Sziasztok! Elkészültem a kivitelezéssel. Az első részben megmutattam nektek, hogy milyen részekből fog állni ez a napelemes rendszer, amit így DIY-ban otthon könnyen el lehet készíteni szerintem. És most pedig működik, és most szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan történt a kivitelezés, hogy hogyan kell felszerelni a napelemet, a tetőkampót, a kábelezés, a biztosítékok, meg egyebeket. Szóval az egész rendszernek a kivitelezése hogy történt, ezt felvettem. Na, jöjjön! Akkor hogy is néz ki a rendszer? Akkor gyorsan elmondom, nagyon egyszerű egyébként. A tetőre felszereltem 3 darab 400 wattos napelempanelt. Itt 2 darab tetősínen fut végig az egész, amiket szépen a leszorítókkal leszorítottam. A szarufákra vannak felfogatva a tetőkampók, és a cserép pedig, ugye flexel, de ezt majd megmutatom, hogy hol, egy kicsit meg kellett flexelni egy-két helyen, hogy a illeszkedés tökéletes maradjon, mert a tetőkampónak kell hely, ahol kibújik, az akkor ott megemeli a cserepet, és hogy ne emelje meg a cserepet, ott, ahol kibújik a tetőkampó, ott a cserepet meg kell egy kicsit flexelni. És ugye, szóval, ami nagyon fontos, hogy a tetőkampókat, azt a lécek alatt futnak a szarufák, és ezekkel a nagy csavarokkal kell a szarufákba becsavarni. És nagyon fontos, hogy ahogy kibújtatod a tetőkampót, akkor a cserépnek az alját, azt ott le kell, tehát így néz ki amúgy, és ott azt le kell csiszolni, hogy és igazából ezt leflexeltem, hogy ki tudjon bújni, legyen hely. Ki és erre fog majd ide jönni tovább a dolgok is, ezt pedig egy ilyen jó kis csavarhúzóval itt mindjárt meg is húzom, hogy eszeágában ne tűnjön megmozdulni. Na és így néz ki, amikor faszentosan be van téve. Nem a cserépen támaszkodik, egy kicsit kiemeltem, hogy na a cserép, tehát az úgy frankon nézi, és ha megnézitek, út kukucskál kifele. Így is mehetünk tovább, és a cserepek meg szépen illeszkednek, tehát ez a lényeg, azért kell elcsiszolni itt, mert különben kiemelkedik a cserép, és akkor így áll. És itt pedig akkor a víz meg a gyerek befolyik. Na, ez jó lett. Mehetünk tovább. A tetőkampóra rászerelem ezt a kis derékszöget, ide. És ez a derékszög fog, ez a sín, itt fut végig, és ezen a sínbe ebbe behelyeztem, itt szépen, itt végén tudod húzni, és itt behúzod a végén, itt így. Itt beengeded ide, és aztán szépen be lehet állítani, hogy hol legyen. Úgy. És majd ezt fogom így ide fordítani, csak előtte mindenhol beállítom. Na, elkészült a tartószerkezet. Így néz ki. Szépen futkorászik, feltéve mindenhol, és vehetünk tovább. Közreműködő kolléga, köszönöm a segítségét neki. Szóval fent vannak a tetősínek, itt frankon, itt vannak a tetőkampók, és össze van kötve hilti szalaggal, hogy a földelés az össze legyen kötve, utána szépen egy ilyen hatos kábelen megy lefele, a cserébe szépen bele lett flexelve a kábelcsatorna része, hogy ott ki tudjon bújni, ne legyen az a gond, nem szorul, nincs rajta, tehát ez szépen ott kijön, itt kijön, és majd innen szépen megy az egyik oldalra a pozitív, és a másik oldalra a negatív, és jöhetnek a napelemek. Még hogy innen a végéről levágom a méretre szabom a sineket,
És kész! Wow! Oké. Tehát így néz ki a vége. Itt megy a sín. Azt elfelejtettem a múltkor megmutatni, hogy ilyen egyszerűen, tehát ezt egy imbusz kulcssal az ember kilazítja, ezek csúsznak itt rajta a sínen, így jobbra-balra, ez ide beakad, hát ide szépen, amit ezt ide rárakja az ember a rapelemnek a keretére, ide illeszti, és ott, amikor itt van, akkor az imbusz kulcssal fogod és meghúzod, és kész, és nagyon baba. Jó. Szépen fel lettek téve, amúgy majd azt is látni fogjátok, nagyon gyorsan lehet vele haladni, nagyon jó ez a technológia ezekkel a leszorítókkal rá a sínen tudod csúsztatni a csavart, és akkor szépen a leszorítót, és akkor szépen csak teszed fel a, oda csúsztatod a szélére, a napelem keretére, leszorítod, következő, a szélire különböző leszorítók, mert ez a legszélén van, az így felfekszik a sínre, egy ilyen lap a széle, középre meg olyan ide meg olyan leszorítók mennek ide a napelem közé, ami mind a két napelemnek a peremét, a keretét fogja. Jó, napelem kábellel lejövünk, egy piros meg egy fekete, én így csináltam, MC4 csatikkal vannak a csatlakozások, ugye sorban van kötve, ja, itt tartottam, igen, hogy akkor a feszültség összeadódik, a watt az nyilván összeadódik, 400-400-400-1200, és a nagyon fontos, ez a lényeg, a különbség a soros meg a párhuzamos kapcsolás között, hogy ilyenkor az amper az nem változik, egy ilyen napelem az 12 amperes, és hogyha a hármat össze kötöm sorosan, akkor az a 12 amper, az 6-ig, ha szakad, az 12 amper, az nem megy tovább. Tehát nem az lesz, hogy 12-12-12-36, nem, hanem ez a 12 amper összeadódik, vagy nem adódik össze, pontosan ez a lényeg, hanem ez akkor is 12 amper marad, tehát 12 amperrel fog ez a rendszer jönni. Ez azért fontos megint, mert ez az EcoFlow, ez amiben, itt, egyébként itt durozsol itt lent mellettem, ez, csak ide raktam itt a kép, hogy lássátok, hogy miről beszélek, hogy jól látható legyen, hogy ez 12 amper most a rendszer, egyébként 12 egész valamennyi, de 15-öt bírő, tehát itt is van, 15 amperrel maximum tölteni, ezért, mert bármi történhet, valamelyik cella zárlatos lesz, nem tudom én, jégeső, hóeső, akármi betöri, összetöri, bizé, és nem akarom, hogy ez a milyen drága cucc elszálljon, ezért ebben a dobozban, van, ezt is meg fogom mutatni később, van egy 15 amperes olvadóbiztosíték. Ez az olvadóbiztosíték, ez azt csinálja, hogy ha 15 amper megjelenik, akkor elszáll, mint a kocsiban a biztosíték, így fogja elolvad. És az van, hogy akkor nem megy tovább az áram, és akkor ugye ez azért jó, mert akkor nem megy bele ebbe a méregdákba cuccba, és nem nyírja ki. Ennyi. Na de menjünk tovább. Lejöttünk a napelem kábelekkel szépen, meg a földelési földkábellel. Ott vagyunk, hogy ide beraktam a kis megszakítót. Nagyon fontos, hogy ez egy DC kis megszakító, hogy nem AC, hanem DC, tehát egyenáramra van kitalálva. Itt ezzel áramtalanítom, és ezt lekapcsolom, azt ha bármi van, itt intézkedni kell, akkor nem az van, hogy mert ezt nem tudod kikapcsolni a napelemet, az nem úgy van, hogy kikapcsolom, az nem kapcsolom, az fényéri, az termeli az áramot. És nem okos dolog akkor széthúzni, amikor áram alatt van. És ezért ezzel a kis kapcsoló, ezzel a kis megszakítóval, ha én itt bármit akarok okoskodni, hogy később felmegyek és beteszem a negyedik panelt, ami egyébként nagyon büzsergeti az ugyamat, mert az azért az plusz 400 volt, akkor először ezt le fogom kapcsolni, csókolom, az áramkört megszakítottam, és boldogan fogom széthúzni az MC4-es kábelt, és nem attól fogok rettegni, mert mikor fog ívet húzni az én kis kacsomon. A földkábel az csak így elcsal mellette, és meg itt ide lemegyek, és itt megy le tovább a földkábel. Itt egy kis doboz van, azt szerintem az látszik, és az a lényeg, hogy ide egy földszonda le van ütve, földszonda, ezt is most láttam még először, de nagyon hasznos dolog. Ez egy marha hosszú fémrúd, ezt majd később látni fogjátok, és az a lényeg, hogy lepifölöd a földbe, másfél-két méterre, és ez a fémrúd, ugye ez oda leviszi a villámot. A villám nem tud elszaladni sehova, csak oda, mert ez úgy bevonza oda, mint a szél, és a földen is... Oké, ő lesz a földszonda, őt kell lepüfölni a földbe, és erre fog rámenni a földelés. Hurrá! Oké, el is tűnt a mélyben, itt fog feljönni ez a szár, és erre fog rámenni a földelő kábel. Oké, földelést bekötöttem,
tehát a föld szonta itt megy lent, erre húztam egy ilyen szigetelőt, hogy ez így a szép, belejön ebbe a dobozba pedig bemegy a napelemből érkező földeléskábel, rá van bilincselve szépen, szorítva, rámegy a kupak, és majd itt a kábel csatornában szépen megy a napelemhez tovább. És összerakjuk és megadjunk. Elkészültem a kábelezéssel. Belülről pedig a kábel csatornán itt érkezik. A napelemkábel belemegy ebbe az eloszlódobozba, ebbe van az olvadó biztosíték. És itt megy tovább, itt jön ki a két napelemkábel, és megy be az EcoFlow Delta Pro-ba. Még nincs üzembe helyezve, most jön a mostanak azok a percek, amikor áram alá, feszültség alá helyezem. Egyelőre minden ki van kapcsolva, látszik az óvodó biztosíték is ki van oldva. Így fogom összedugni a MC4-es csatlakozókat, mind itt, mind a tetőn. Termelünk! Aztán most is emeltem be, first, az első bekapcsolás. Hát én már a nap tájolás szempontjából nem optimális, és az idő az ilyen felhős, és termelünk 100 wattot termelünk ebben a gatya időben is. Azt a jó, és akkor működik, hát működik, uraim, hölgyeim, működik. Jól látszik, ahogy a napnak a ellipszis pályája emelkedik, ahogy egyre jobb a beesési szög, úgy nő a töltés, jelenleg most 284 watt, és ugye most 11 óra pár perc van, tehát percenként gyönyörűen szépen emelkedik a watt, és most azt írja, hogy 12 óra 5 perc van, és most 422 watttal termelünk! Yes! Tapasztalatok, mit csinálnék másképp, mi az, amit a kivitelezés során úgy kicsit túl paráztam mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát az egyik az, amit másképpen csinálnék, hogy az első videóban is mondtam, hogy csak gyári szerelt kábelt ajánlom, mert az szuper biztonságos, ugye? Mert ugye azt az MC4-es csatlakozót, azt arra a napelem kábelre rá kell tenni. Na most őszintén szólva, emiatt ugye végig azt számolgattam, hogy miből hova, hogy jönnek ki a méterek, meg hogy akkor ilyen hosszabbított, meg olyan hosszabbítóbbják. Sokkal egyszerűbb lett volna, mert annyival több kábelt vettem így, hogy, és a napelem kábel nem olcsó dolog, hogy nyugodtan vehettem volna egy rendes MC4-es krimp előfogót, és elvágom a napelem kábelt, és ugye szépen leszedem a szigetelést, és rákrimpelem a frankó gyári krimpelőfogóval az MC4 csatit. És az olyan, mint a gyári. Pont ugyanolyan. És ugyanott lettem volna, mert így elköltöttem a pénzt pluszba a kábelekre, ahelyett, hogy vettem volna egy krimpelőfogót. Na, szóval a krimpelőfogót én vettem volna, utólag így csináltam volna, és akkor kevesebb kábel kell, kevesebb szemét keletkezik, és oda szabok mindent, és minden pont akkora, amekkorának lennie kell. És másképp csináltam volna. Jó, ennyi.